Betört ablak, összetört szobrok, szétdobált miseruhák a baranyai Rothár település templomában. Tavaly júniusban törtek be fiatalok ide, és törtek zúztak a helyszínen. Az ügyészség most emelt vádat az elkövetőkkel szemben. Öten italoztak egyikük nagyanyjának házában, majd az alkoholfogyasztás után négyen elindultak a falu templomához, hogy ott tovább italozzanak és zenét hallgassanak. Egy kerítés mellett haladtak el, amit az egyik vádlott rúgdosni kezdett. Ebbe bekapcsolódtak társai is, együtt rúgdosták a kerítést, abban 41 ezer forint kárt okoztak. Hajnalban pedig befeszítették a templom ajtaját, ott tovább ittak, dohányoztak, közben rongáltak. Az egyik vádlott a kezével és könyökével két ablaküveget kitört, a keze véres lett, ezzel beszennyezett egy a templomról készített képet. Egy másik vádlott szintén kitört két ablakot, egy képet a földre dobott, annak az üvege eltört. Ez a két fiatal a templomban több szobrot is megrongált. A szobrokat, feszületeket a földre dobták, azokról egy-egy darabot letörtek. A vádlottak a sekrestjébe is bementek, úgy, hogy az egyik fiú kirúgta a sekrestje ajtaját. Majd a sekrestjében kidobálták a miseruhákat a szekrényekből. A templom feldúlása után a fiatalok visszaindultak a házba. Egyikük útközben egy közelben leállított gépkocsi visszapillantó tükrét is kihajlította. A vádlottak a rongálással a plébániának összesen 924.960 forint kárt okoztak. A megrongált tárgyak egy része használhatatlanná, javíthatatlanná vált. Ennek a kárnak a tetemes része több mint 870 ezer forint két fiatal cselekményéhez köthető. Ezeket a fiatalokat az ügyészség vallási tisztelettárgyának megsemmisítésével elkövetett, rongálás büntettével vádolja, ami egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A másik három vádlottal szemben a vád csoportosan elkövetett garázdaság büntette, illetve vallási tisztelettárgyának megrongálásával elkövetett rongálás büntette. Ezeknek a bűncselekményeknek a büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés. A pécsi járási ügyészség indítványa a legsúlyosabb bűncselekményt elkövető két vádlottal szemben felfüggesztett fiatalkorúak fogháza, két vádlottal szemben jóvátételi munka, egy fiatallal szemben próbára bocsátás. Valamennyi vádlottal szemben indítványozta az ügyészség pártfogó felügyelet elrendelését. Az elkövetők 15 és 17 év közöttiek voltak a templom feldúlásakor.